Én nagyon izgatott vagyok, mondja Röv. Ez a kongresszus, ez nagyon különleges, mondja Röv. Mivel mi több felkészülést tettünk itt, mint bármi más korábbi kongresszusra. Én nem emlékezek, hogy ilyen hatalmas erőfeszítést tettünk volna korábban bármilyen kongresszusra. És ez meg is értem ezt a figyelmet, ez a kongresszus, mondja Röv. De a kongresszus valóban ez nem az a három nap, amikor együtt vagyunk, hanem maga a felkészülés is része a kongresszusnak, hiszen az egy integrált része egy kongresszusnak. Mi olyan hatalmas erőfeszítéseket tettünk ezért, hogy ez a kongresszus segítsen minket, hogy megszervezzük magunkat Európában, hogy képesek felkészülni Európában, hogy lássuk, hogy kik is vagyunk, hány emberünk van Európában, kik a barátaink Európában, mindenki lássa a másikat, érezze a másikat, hol vannak, milyen országból, milyen nyelvet beszélnek, milyen csoportokban vannak, vajon össze vannak-e kapcsolódva, vagy sem. És mi mindennyien láttuk, hogy kik is vagyunk Európában. És ez most ez nem hiába való volt, hanem ez volt a legfontosabb, ez nem volt hiába való. Mi mondhatjuk azt, hogy ma mi már megértjük azt, hogy kik is vagyunk. És azok, akik tanulják a bölcsesség, a kapcsolat bölcsességét Európában, mivel a kabala bölcsessége az a kapcsolat bölcsessége, tehát a kabala bölcsessége a kapcsolatról szól. Nekünk egyszerűen egységre kell lépnünk, egységet kell építenünk, a természet kényszerít minket, hogy együtt legyünk, a természet kényszerít minket erre. És hogyha mi nem akarjuk ezt, vagy visszautasítjuk ezt a meghívást, úgymond a teremtőtől, vagy az természettől, akkor a természet legyőz minket erővel, minden esetre mi nagyon gyengék vagyunk, szemben állva a természet csapásaival. Tehát nekünk el kell magyaráznunk magunknak, és az egész emberiségnek el kell magyarázzuk, hogy a csapások előtt, amelyek egyre intenzívebbé válnak, és már a horizonton vannak, előttünk állnak. Mi ugye évtizedek óta beszélünk erről, de most már láthatjuk, hogy ez valóban így van. Láthatjuk, hogy ez valóban így van. Ez nem, hogy boldogok vagyunk, hogy jönnek ezek a csapások. A kabala bölcselete az tényekről beszél, az tényeket mond. És mi vagyunk az avantgárd, akik mennek előre, és megnyitják a kapcsolat kapuit az egész emberiség számára. Mi magunkra vesszük, tehát magunkra vesszük, hogy ez hogyan történhet meg, mivel ez soha korábban nem történt meg, Ez megtörtént több ezer évvel ezelőtt, de más feltételek között, nagyon különböző emberekkel, különböző ahhoz képest, ahogy mi magunk vagyunk. És mi, mint egy csoport, mely úgy van nevezve, hogy az utolsó generáció, akik felkészítették magukat a végső korrekcióra, mi vagyunk a laboratórium az egész emberiség számára, és rajtunk áll, mi képesekünk leellenőrizni, hogy mi a legkönnyebb módja annak, a legmegközelítettőbb és a legközelebbi módja, a leggyorsabb módja annak, hogy elérjük a kapcsolatot. Azaz azon túl, hogy megszervezzük magunkat egymás között,
Mi ugyancsak nagy szociális munkát végzünk, megszervezzük magunkat, elrendezve magunkat, és megépítve magunkban egy bizonyos hasonlóságot azok számára, akik majd követnek minket, hamarosan követnek minket, tehát az emberiség számára. Ez lehet egy 10 vagy 20 év után a jövőben, de ez megtörténik így vagy úgy. És reménykedjünk, hogy az egész emberiség az felemelkedik majd a kapcsolat munkájához egy jó módon, egy pozitív módon, és nem pedig a szenvedés útján, nem pedig egy szenvedések kényszerítésével. Mi tanuljuk, hogy mi egyetlen mechanizmusba, egyetlen rendszerbe kell, hogy összeálljunk, ahol az egész természet összes részei, ahogy azok fejlődnek, az egyik vágyból a másikba fejlődnek. Ez az apró szikra, ami beindul, amelyet a felső erő, a fény belénk lövelt, úgymond, ezt az apró vágy szikrát úgymond berobbantott ebbe az anyagba, ezt nevezzük ugye nagy durranásnak, tehát az univerzum kezdődött, és akkor abból, ebből az apró szikrából az összes anyag elkezdett fejlődni. És az fejlődött a köveleti, növényi, állati szinteken keresztül a Föld felszínén, és mi már a fejlődés végén vagyunk, ennek a végén. Az út mentén ez az anyag keresztül ment különböző folyamatokon, töréseken, mindenfajta folyamatokon, töréseken ment keresztül, és nekünk most korrigálnunk kell mindezt, mivel azáltal, hogy korrigáljuk a törést, mi elérjük a fény tulajdonságát, magunkra vesszük bele, öltözünk a fény tulajdonságába. Az összetörte ezt a vágy szikrát, és nekünk újra kell összeraknunk ennek a szikrának a részeit a fénnyel együtt. És akkor, amit megkapunk a végén, az, hogy az egész fény képes behatolni az egyetlen szikrába. Tehát ez nem egy szikra lesz, hanem valami hatalmassá válik, mivel a fény megtölti ezt. Tehát a kezdeti magocska vagy szikrácska megtelik az a végtelen fény egy hatalmas egészével. Ezért nagyon nehéz számunkra, hogy a kapcsolatra gondoljunk, és hogy ezt megvalósítsuk, mert ez egy ilyen, ugye, megint csak egy értelem feletti állapot. De mégis meg kell tegyük ezt, mindennek ellenére meg kell tegyük ezt. Ezt nevezzük úgy, hogy az Adam Arishon lelkének az újjáélesztése. Mi látjuk pontosan, hogy mi történik Európában napjainkban, hogy mennyire a törött állapot az evidenssé válik mindenki számára. Pontosan, ahogy ezt a kabbalisták megírták ezer évekkel ezelőtt, az elmúlt évszázadok során. De amit úgy nevezünk, hogy az utolsó generáció, ugye mi vagyunk az utolsó generáció, akinek ezt fel kell fednie és ki kell javítania. És a helyzet az valóban annyira előre haladott már a gonosz felfedése felé, az ego felfedése felé, hogy felismerjük ezt a gonosz egót. És ez valóban lerövidíti a magyarázati munkánkat. Tehát nem kell annyit magyaráznunk, hiszen minket neki látja már ezt. Ezt már látjuk együtt. A közel jövőben már látjuk, hogy nincs igazából mit magyarázni. Akár 2-3 éven belül meglátjuk ezt, hogy,
hogy az összes emberek megismerik majd és érzik azt, hogy ez egy valódi válság, és ez nem a technológia miatt történik, vagy valami gazdasági probléma miatt, vagy valami inkongruencia miatt a természeti környezettel, vagy valami nem, hanem ez csak is azért történik, mivel az emberi viszonyok azok olyanok, amik, hogy nem vagyunk képesek összekapcsolni egymás között. Tehát minden csak az emberi kapcsolatokon múlik. Ezért van az, hogy az egyensúly hiánya, amit mi a természetben okozunk a kapcsolatunk közötti szakadás miatt. Tehát nem azért, hogy mit csinálunk a bálnákkal vagy a fákkal, hanem hogy egymás között. Tehát ez a közöttünk levő egyensúly hiányból adódik, a közöttünk levő szakadásból adódik, és ez az, amit korrigálnunk kell, nem pedig a környezetet kell korrigálnunk, vagy a zöldekhez kell szaladni, hanem a kapcsolatot kell korrigálnunk egymás között. Ezért van az, hogy a Balaszolám írja az Árvút cikkében, a kölcsönös garancia cikkében, hogy a világ korrekciójának a vége az nem történhet meg, ha csak az összes ember a világban összekapcsolódik egymással. Csak is egy ilyen módon. Nekünk nem kell semmi más tennünk, csak azt, hogy az emberek között kapcsolatot helyreállítsuk. Ennél fogva mi megtanuljuk hatalmas rendszereket, világokat, parcufokat, töréseket, fényeket, edényeket. Mindez csak arra szolgál, hogy megtanuljuk a vágyat, hogy a vágy hogyan épül fel, amely szétrobbant számtalan, megszámítatlan részecskére, amelyek ellentétesre váltak egymástól, eltaszítva egyiket a másiktól. De mindennek ellenére, ezeknek mégis a taszítás ellenére össze kell kapcsolódniuk ismét egy egységet létrehozva, pontosan, hogy a taszítás ellenében a felőtt. Ez az, amit meg kell tennünk magunkon ebben a laboratóriumban, amit mi építünk. Mi vagyunk a törött részecskék, mi képviseljük a törött részecskéket, és mi vagyunk azok, akiknek egyesülnie kell, akiknek ezt újra fel kell építeni. Nem a testeinkkel, tehát nem fizikailag, hanem a vágyainkon keresztül, a gondolatainkban belül. Ez a spiritualitás bennünk. És ez az, amit újra kell kapcsolnunk, egyetlen összeálló rendszeré, egyetlen tökéletes rendszeré, hogy érezzük, hogy hogyan egészítjük ki egymást, hogy hogyan gondolunk ugyanarra a célra, hogy összekapcsoljunk egymással, hogy mennyire különbözünk egymástól kiegészítve egymást, segítve egymást, támogatva egymást, hogy valóban egy összekeveredett, bonyolult vágya összeolvadva, de kifejezetten pontosan emiatt a zavarodottság és összekeveredés miatt válik teljessé. Tehát egyik rész sem hasonlíthat a másikhoz, mindegyik különbözik, de amikor összekapcsolnak egymással, akkor egy teljesség, egy egység jön létre közöttük. Nekünk keresztül kell mennünk ezeken a gyakorlatokon, ezt gyakorolnunk kell, ezt csinálnunk kell, magunkat egy laboratóriummal változtatva, és akkor fokozatosan a közöttünk levő kapcsolatban mi felfedezzük majd, hogy ez egység ereje hogyan jelenik meg. Ez a felső erő a természetben, amelyet úgy nevezünk, hogy a teremtő. A Balaszolám írja a béke cikkben, a békevilágban cikkben, hogy ne legyünk meglepve, hogy összekeverjük a
az publikumnak a jólétét, az egész világ publikum, tehát egy társadalomnak a jólétét, az egész világ jólétével, mivel eljutottunk valóban egy ilyen teljesen összekeveredett globális integrált szintre, az egész világ csak egyetlen társadalomnak, publikumnak tekintendő egyetlen közösségnek. Tehát nincs különbség egy ország, egy kontinens, vagy az egész világ között. Tehát a világ minden egyes embere azért, mert az életének a velőjét és a megélhetését az egész világból szívja magába. Ennél fogva az rabszolgává válik, hogy szolgálja és az egész világ jólétét keresse, szolgálja. Ezt ma érezzük, itt és most, bár ugye ez nekem nem annyira nyilvánvaló, de mikor kezdjük ezt majd ezt érezni? Amikor hamarosan elkezdünk teljesen szétesni, érezzük a törést, akkor majd elkezdjük érezni, hogy nem vagyunk képesek együtt lenni, egoisztikus módon, mint ahogy ezt eddig próbáltuk, ez lehetetlen egoisztikusan együtt lenni. És nem vagyunk képesek egyesülni, nem vagyunk képesek megmaradni az egységben. Tehát mi se nem vagyunk képesek szétesni, se nem vagyunk képesek összekapcsolódni. Tehát ez a helyzet, ez egy nagyon-nagyon veszélyes ugye, háború tekintetében, ilyenkor szokott háború kitörni, csak képzeljük el, hogyha ma az országok szétesnek, akármelyik ország szétesik, az összes kapcsolat, mindaz, amivel rendelkeznek, az diszintegrálódik, szétesik. Egyetlen ország nem képes egyedül létezni önmagában. Senki nem képes, még a legalapvetőbb dolgokban sem képes egyetlen ország sem létezni egyedül. Ugyancsak a közösségben, az emberiségben, a családban, az összes szociális rendszerben, társadalmi rendszerben, gazdasági rendszerben, politikai rendszerben, minden egyes országban sehol nem lehetséges ez, hogy valaki izoláltan egyedül létezzen. És akkor az emberek majd megértik, hogy a kapcsolat az nem egyszerűen csak a kapcsolat, hogy legyen mit ennünk, hogy ne háborúzzunk, hogy békében legyünk, hogy legyen egészséges, egészségügyi rendszer, hogy nyújtsunk ételt, öltözetet, különböző társadalmi szolgálatokat egymásnak. A kapcsolat nem csak erről szól, hanem a természet kényszerít minket, hogy egyesüljünk belsőleg, hogy belül egyesüljünk. Hogy ha mi nem egyesülünk belül egymást kiegészítve, akkor minden más rendszer, amit építettünk, az nem képes túlélni, az képtelen a túlélésre. Ez egy nagyon különleges tanulási fázis, amelyben az emberiségnek részt kell vennie. De hogyha ezt mi megtanuljuk a Kabbala bölcseletén keresztül, akkor képesek vagyunk egy aránylag gyors, aránylag kellemes belső módon átmenni, belső erőfeszítésen keresztül. Így is nehéz, de nem külső csapásokon keresztül, inkább egy belső csapáson keresztül, de nem háborún és vérontáson keresztül, hanem ugye belső háborún keresztül, úgymond magunkat. Ezzel szemben, hogyha mi nem terjesztjük a Kabbala bölcseletét a világban, hogyha nem kezdünk el magunkon keresztül azáltal, hogy mi magunk megvalósítjuk a belső kapcsolatot egymás között, minden egyes országban, ahol létezünk Európában, hogy összekapcsolódjunk belsőleg egymással, hogyha ezt nem valósítjuk meg egymás között, hogyha mi nem kapcsolódunk össze egymás között, akkor valóban ez a diszintegráció, ez a szétesés, ez nagyon intenzív lesz, és nagyon-nagyon fájdalmas lesz, elviselhetetlenül fájdalmas lesz, hogy az elviselhetetlen fájdalom kényszerítse minket az ásra. Minden egyes személynek azt kell mondania, hogy az egész világ csak nekem lett megteremtve. Ebből az következik, hogy a világ az nekem lett megteremtve, hogy nekem látnom kell azt, és meg kell vizsgálnom megállás nélkül a virágkorrekciát, hogyan tudom ezt elősegíteni, hogyan korrigáljam azt, hogy mit kell tegyek, hogy ez stabilabb legyen, mivel én az egész világon múlok.
Egy egoisztikus vágyról beszélünk, hogyha mindannyiunk függünk ettől, akkor látnunk kell egy kicsit tovább, egyik napról a másikra elveszíthetünk mindent. És akkor látnunk kell, hogy hogyan elégítjük ki a világ szükségeit, hogyan tudunk imádkozni mindenki érdekével, mindenki számára. Azaz látnunk kell a kapcsolatot, hogy látnunk kell, aggódnunk kell ezért a kapcsolatért. És itt szeretnélek emlékeztetni titeket a különlegességre, ami bennünk van, mivel mi a valóság legbelsőbb része vagyunk, és hogyha mi létrehozzuk a kapcsolatot egymás között, akkor rajtunk keresztül a felső erő az majd képes belépni az egész emberiségnek, egész emberiség számára. Balaszalam írja az OR befejezéséhez írt cikkében, hogyha mi vagyunk a rossz, a fej, hogyha létrehozunk egymás között a kapcsolat módszerét, akkor rajtunk keresztül a felső erő az képes lesz dolgozni az egész emberiség felé. Ezért kell érezzük a hatalmas felelősségünket a világ jövőjéért, mert ez mind rajtunk keresztül. Különösen az, hogy mi már egy ilyen időszakban vagyunk, ami az egész világ ugye nagyon-nagyon közel került ehhez, hogy szükség van erre, hogy a fény átfolyjon rajtunk és korrigálja a világot. Tehát ezért óriási felelősségünk, ez csak rajtunk keresztül történhet meg. A Balaszulám írja az utolsó generáció írásaiban. A következőket mondja. Először is létre kell hoznunk egy kicsiny társadalmat, egy kicsiny csoportot, ahol a publikum többsége hajlandó dolgozni mindenki más érdekében, a többiek érdekében. És akkor az majd egy kicsiny állam viselkedési formát magára vezetett, egy kicsiny társadalmat kell létrehozunk, ahol mindenki a másik érdekében él, és akkor ez a társadalom, ez egy pozitív példaként kell, hogy szolgáljon a világ többi része számára. Ez nem úgy van, mint hogy mi veletek erősek vagyunk, mindenfajta rendszerekben, amit a világ kifejlesztett. Nem, mi nem vagyunk erősek. Mi egy olyan kis társadalomról beszélünk, amely mint egy ideológiai központ kell, hogy legyen, nem e világi központ, hanem ideológia. Nekünk a kapcsolat módszerét kell kifejlesztenünk, a korrekció módszerét, a terjesztés módszerét, egy általános oktatási módszert a gyerekek és felnőttek számára, férfiak és nők számára, különböző kapcsolati formákat, ahol a társadalom minden egyes szintjén működhet, az emberi társadalom minden egyes szintje számára. Ez az, amit ki kell fejlesztenünk, létre kell hozzunk az egész világ számára, hogy a legbelsőbb lüktető része legyünk a valóságnak, mint a szív. Én nagyon reménykedem, mondja, hogy ezen a kongresszuson mi képesek leszünk erről beszélni, képesek leszünk megérteni, hogy milyen formát kell magunkra vennünk, hogyan kell összekapcsolódnunk Európán belül, hogyan érhetünk el egy olyan állapotot, ahol mi építünk egy valóságot, ami egy spirituális valóság, egy kölcsönös kapcsolat közöttünk,
hogy hirtelen elkezdjük látni, hogy ez a valóság, ez a csoport, ez a kicsi közösség, ez olyan, mint egy belső spirituális kormánya a kontinenseknek, hogy egy ilyen belső spirituális kormánya a világnak, az emberiségnek, hogy ez hogyan szerez teret, erőt, hogyan elkezdjük érezni ezen keresztül, hogy létezik valami ezzel a csoporttal kapcsolatban, ezek az emberekkel kapcsolatban, hogy nekik van egy víziójuk, egy céljuk, egy jövőképük, egy módszerük, egy gyakorlati módszerük, hogy képesek kérdésekre válaszolni, ők megértik, hogy a válság miért történik a világban. Nem azért, mert valami monetáris vagy politikai tudománynak a végzői vagy tudósai, és hogy a probléma nem politikán, gazdaságon, vagy a természeten, vagy a nemzetközi kereskedelmen, vagy a financiális rendszerek keresztül megy, hogy a GDP mennyi, vagy hogy mennyi startup van, meg hogy milyen adót kell az országok között, vagy hogy a tax tarifák, amikről most tárgyalnak a Trump meg az Európai Unió, ez nem segít. Ezek nem tudják megoldani a jövőt, majd az emberek érzik, hogy ez már nem hoz megoldást semmiben. A megoldás az csak is akkor jelenik meg, amikor az általános emberiség rendszerén belül, a helyes kapcsolat felépül mindenki között. És senki nem képes erre, csak ti, akik a kabalát tanulják. Ezért van az, hogy nekünk látnunk kell a helyes eredményét a kongresszusnak, ezen kongresszus pozitív eredményét, amit tanulunk, hogy közben megszervezzük magunkat, hogy szervezünk egy olyan csoportot Európában, mindannyiunkból szervezünk egy olyan csoportot Európában, amely valóban a legbelsőbb ideológiai, spirituális lüktető részévé válik az egész kontinensnek, és ezen keresztül a világnak. Lehet, hogy ez úgy tűnik, hogy ez valami fantasztikus, mint tudományos fantasztikus, valami mi misztikus, vagy utopisztikus, vagy nem valóságos, amiről most beszélünk. De 10-15 évvel ezelőtt a mai válságról beszéltünk, és akkor is senki nem hitt nekünk, amikor azt mondtuk, hogy micsoda válság lesz majd. Pontosan azért, mivel akkor kezdték az Európai Uniót építeni, de anélkül, hogy az emberi természetet korrigálták volna a kapcsolat fele. Tehát most hirtelen megjelenik a válság, pontosan azért, mert az alapokat nem rakták le az emberi kapcsolatok között. A következő szint sokkal gyorsabban megjelenik majd. Nem kell 10-20 évet várni arra, hogy megjelenjen a válságnak a sokkal durvább jele. Dal.
Ivan Osman. Van még időnk, kérdezi Rav? Van még idő? Még egy óra van elvileg a leckéből. Másfél órás volt a terv. Még egy óra, mondják Ravnak. Oké, akkor egyelőre egy pár kérdés, hogyha van kérdésetek annak alapján, amit beszéltünk, és akkor folytatjuk tovább. Tehát egy pár kérdés az alapján, amit beszéltünk. Kérdés jön majd. Sajnos nagyon nehezen hallani. Tehát minden egyes tízes... Tehát, hogy a tízesek szervezik magukat, hogy közös kérdésük legyen, tehát, hogy a tízesek közös kérdésekkel jelennek meg. Giuseppe ezt próbálta, hogy ne egyének kérdezenek, hogy tehát ezt kérte, hogy a tízesek közös kérdésén. A témára, tehát, hogy általános kérdések, vagy csak a témáról kérdezi Raftól? Teljesen mindegy, mondja Raf. Teljesen mindegy, bármiről lehet kérdezni. Bármiről lehet kérdezni. Oké, tehát lehet általában is egy pár perc, két-három perc, hogy megszervezzük a tízesben a kérdést, és akkor utána, tehát egy Gianlucát nézzük, és onnan van a mikrofont a Gianlucától, kapjátok a kérdéseket. Tehát a lényeg az, hogy Giuseppe azt próbálja bátorítani, hogy ne egyéni kérdések legyenek, hanem hogy a tízesek egymás között jöjjenek kérdésekkel, tehát hogy már a kérdések is közös legyen. Oké, tehát akkor ez az, hogy csináljuk a kérdéseket, a válaszokat, Rav kicsit aggódik, tehát, hogy mindig tízesekként keresztül jönnek meg a kérdések, igen? Oké, mondja Rav. Oké, tehát ez két-három perc, amíg valaki kérdést hoz. Rav vár. Tehát Haim most még egyszer elmagyarázza Ravnak, hogy mi is történik. És addig átvezető zene.
Rav. Rav. Én szeretném kérdezni a kérdést annak alapján, hogy mi történt a Görögországban a tragikus események kapcsán, amikor 80 ember meghalt a tűz miatt, ami Atén mellett volt. Tehát ez egyik alapleckén, amit én tanultam, amikor elkezdtük a kabbala tanulását, az ott, hogy nincsen más rajta kívül. Én szeretném kérdezni, Rav, hogy hogyan tudunk ilyen tragikus eseményhez hozzáállni, és mi hogyan viszonyuljunk hozzá, hogyan viszonyuljunk ehhez, tehát ugye görög srác kérdezi, hogy hogyan álljunk hozzá ezek a tragikus eseményekhez, mint a hatalmas tüzek, ami elpusztított egy csomó mindent és 80 embert. Mi a természet törvényei között vagyunk, mondja Rav. A Big Bang, a nagy durranás óta, mind a mai napig, ahogy ezt korábban mondtuk, egyrészt az anyag szétszóródott ugye az univerzumban, de miközben ez az anyag szétszóródott, az ugyancsak stabilizálódik. Ez a szétszóródás, ez úgy tűnik, mint hogyha szétszóródna, ugye az univerzum tágul, vagy az anyag az szétmegy, mint hogyha egy káosz lenne, vagy szétszakadás lenne. De ugyanakkor a viszonyok a különböző részecskék között a valóságban az megmarad. A viszony megmarad egyetlen rendszerként, egyetlen rendszeren belül. Azok nem tűnnek el, nem törnek össze, azok nem válnak eltorzítottá, nem torzulnak el, hanem egyszerűen csak megszereznek egyre inkább bonyolultabbá, komplexebb formákat vesznek föl. Tehát egyrészt egy ilyen diverzifikálódás történik, minden komplexebb válik, de ugyanakkor egyre erősebb kapcsolat lép fel a rendszer részei között. Tehát meg kell értsük, és ez, amit látunk az evolúció során, hogy mi esetleg látunk egy mennyiségi evolúciót, de igazából ez egy minőségi evolúció, amin keresztül megyünk, és nem pedig mennyiségi. Tehát, hogy egy minőségi evolúció megyünk keresztül. Tehát a természet az tol minket előre az egyre közelebbi kapcsolatok fele, és megtanítja nekünk kellemetlen módon, egyelőre kellemetlen módon a csapásokon keresztül, hogy az emberiség ugye hogyan szenved, és hogy ez hogyan szenved tovább, ha csak nem kezdjük felgyorsítani a közöttünk levő kapcsolatok építését. Tehát, hogy a rendszer stabilizálódás egyé, hogy ezt a rendszert összeállítsuk egy integrált rendszerre, ami rajtunk múlik, az emberek emlékeim, csak az emberiség az, ami nincs integrálódva még. Ez a stabilizálódás, ez képes minket megóvni a katasztrofáktól, mint például, ami most Görögországban történt. Vagy Nagy-Britániában a hőség hullám 40 fok. Tehát valóban valószínűleg olvastátok arról, hogy a természet hogyan készített föl számtalan problémát az emberiség számára. A vulkánokat, cunamikat, földrengéseket, klímaváltozást, gazdasági problémákat, különböző mélységű válságokkal, amely hamarosan elér, ahol a pénz egyszerűen nullává válik, mint annak ide, amikor a milpengők voltak ugye Magyarországon is. Nem érezzük, hogy a kezünkben van valami. És így tovább. Nem említve a járványokat, a hatalmas járványok, pandemik, tehát ezek a kontinenseket érintő járványok, és így tovább. Ennél fogva nagyon nehéz számomra, hogy
hogy beszéljek külön Görögországról, amely most ugye ezt a szörnyű csapást átért, és ugye a tüzek még nem álltak meg, a tüzek folytatódnak, nem lehet olyan gyorsan eloltani ezeket a tüzeket, és egyik napról a másikra az elkezdődött egy másik helyen a világban, máshol is, ugye, vagy természetes tüzek, vagy ugye a tüzek, amiket gyújtanak mások, hogy az országokat pusztítsák, és az összes többi katasztrofa, ugye Laoszban egy gát esett szét. Tehát a kabala elmagyarázza, hogy ez a egyensúly hiánya a természet részei között, amelyeket össze kéne kapcsolni, ez okozza ezeket a katasztrofákat. Egy integrált világban, integrált módon kell viselkedjünk, és még egyszer az emberiségem múlik ez. A világ az megmutatja saját magát, mint egyetlen szfér, egyetlen gömb, és az összes kapcsolat azon belül az nagyon szoros, integrált kapcsolat. A köveleti, növényi, állati szinten a természetben mi megfigyelhetjük ezt, de az emberiség szakadása átítatja többi rétegeket és okozza a katasztrofákat, és ez még csak nem is a legrosszabb, mondják, mivel ott a rendszer az sokkal materiálisabb, sokkal erőteljesebb, nagy. Az nem annyira érzékeny, ugye köveleti növényi állati szinteken lassabbak a változások, tehát ott van egy nagyobb, de az emberi társadalom az viszont egy nagyon volatál, nagyon érzékeny, törékeny, dinamikus rendszer, sokkal gyorsabban robban, mint a köveleti növényi állati szintek, és hogyha mi nem nyújtjuk az emberi társadalomnak a helyes kapcsolatot, a korrekciót ezen keresztül, akkor nagyon-nagyon gyorsan érezzük a negatív reakciót. Ugye 70-80 évvel az előző robbanás óta már közel állunk egy újabb robbanáshoz. Ezek a reakciók, ezek összezavarnak minket, ugye nem értjük, hogy ez miért történik, hogyan. Mivel az egész rendszer az kerek, mint egy szféra vagy egy gömb, ahol ha valami történik az egyik helyen, akkor hogyha nem hozunk létre kapcsolatot az egyik helyen, akkor egy teljesen másik helyen érjük, ugye ez úgynevezett pillangó effektus hatására érezzük a katasztrófát a másik helyen. Mi a kapcsolat? A közöttünk levő kapcsolat, és a tüzek között Athén mellett, ugye látszólag nincs kapcsolat, vagy egy cunami megjelenik Finnországban, hogyha az a jéghegy lezomlik, vagy egy vulkán, ami kitör a Hawaiin, de ez az, amit látunk. Amikor az Adam Arishon lelkének a részei között nem hozzuk létre a kapcsolatot, ugye mindannyian az egyetlen lélekhez tartozunk, hogyha ez a szakadás az Adam Arishon lelkének a részei között okozza mindezeket a katasztrofákat. Tehát nem kell rohangálni, keresni a kérdéseket, a válaszokat, arra, hogy ez miért történik meg, hanem csak egyetlen válasz van mindenre, hogy kapcsolódjunk össze, kifejezetten az emberi szinten össze kell kapcsolódnunk. Természetesen mi rengeteg problémát okozunk a természetben is, az állati világban, a növényi világban, az olajjal, a fák pusztításával, a kémiával, a fracking olaj termeléssel, a fúrásokkal, de a legnagyobb csapás, amit hozunk a természetre, az emberi társadalom szintjén jelenik meg, az ott történik, mivel ez a minőség legmagasabb szint, és a kapcsolat hiány az emberi társadalomban az befolyásolja az összes többi rendszert. Az egész rendszert kizökkenti az egyensúlyából. Miközben egy kölcsönös harmóniát kéne létrehozni, egy pozitív kiegészítést, tehát éreznünk ezt a felelősségünket, ez a legmagasabb minősége, a legmagasabb szint az emberiség ebben a piramisban, ez az egésznek a kulcsa. Ez mindenre válasz, mondja, ez az általános válasz mindenre. Hogyha elkezdünk a közöttünk levő kapcsolatra gondolni, az emberi társadalom szintén, elsősorban a nemzetközi csoportunkon belül, ugye a Neighborhood nemzetközi csoporton belül, mi képesek vagyunk lecsökkenteni az összes problémákat, képesek vagyunk megnyugtatni ezt a forrongó rendszert arról a szintről, ahol most vagyunk, képesek vagyunk egy megnyugvást hozni, egy
képesek vagyunk így megnyugtatni ezt a fenyegető, nagyon éles, robbanás veszélyes állapotot. Ugye ez az állapot bármely pillanatban belobbanhat, és akkor minden felrobban. Ugye a világ több helyéről begyújthatják a gyutacsot, de lehozhatjuk ezt egy alacsonyabb szintű izzásra, szinte itt és most, azonnal. Mivel az emberiségen belül is mi vagyunk, ez a piramis csúcs, amely képes ezt, akkor képesek vagyunk már lassabban, nyugodtabban dolgozni, de itt és most képesek vagyunk lenyugtatni ezt a robbanás felszélyes állapot, ameddig aztán szép lassan mindent nem hozunk nyugalomba, egyensúlyba. Balaszulam ír erről, a Zohar könyvéhez írt bevezető végén, és az utolsó generáció írásaiban Balaszulam ír mindenről. Nekünk egyszerűen meg kell értenünk, hogy a labda a mi kezünkben van, a labda mit ér felünkön van, senki másra nem várhatunk, senki más nem hibáztathatunk, se természetet, se emberiséget, se politikusokat, a labda a mi kezünkben van. Ennyi. Következő kérdés. Egyelőre németül a kérdést, tehát várjuk a fordítást. Hello, Rav, tudjuk, hogy az értelem felé kell emelkednünk, ezért jöttünk ide, de hogyan lehetünk erre képesek, hogyan lehetünk képesek valóban értelem felé emelkedni, hogyan lehetséges ez? Rav, fütyül. A hölgy az a lényegre tör. A hölgy az a velőjébe hatolt a kérdésnek. Mivel valójában ez a legnagyobb problémánk, ez az egésznek a lényege, ez az, amit el kell érnünk, ezt az úgynevezett értelem fölé emelkedést, ehhez kell eljussunk, hogy kilépjünk a jelleg értelmünkből. Rav. A név, hogy értelemfeletti hit, ez egy nem jó név, ez egy nagyon rosszul hangzik, ez összezavar mindenkit, ez a szó, hogy hit, meg hogy értelemfelett, ameddig én ezt meg nem értettem, mondja Rav, hosszú időbe telt nekem, hogy én is elvonatkoztassak a szavak megszokott jelentésébe. Oké, de értelem felé kell emelkedni, oké, és akkor most mi van? Ez az, amit a rabás mondott nekem mindig a Rav tanára. Nekünk értelem felé kell emelkednünk, értelem feletti hitbe, hogy csak is az értelem feletti hitbe lehet megoldani ezt a problémát, ugye mindig ezt hallottam, mondja a vén és a tanáromtól, de mi ez az értelem feletti hit? Mit jelent ez? Mi az, hogy hit? Mi az, hogy értelem felett? Miben kell hinni? Én nem hiszek semmiben, én egy tudós vagyok. Hogyha mi a vallásról beszélünk, akkor visszatérek az régi életembe. Nekem nincs hitem, úgynevezett hitem vagy vakhitem, semmiben, mondja Rav. Ez az, hogy engem neveltek, én tudós vagyok, ez az, hogy a biocibernetikát tanultam, én nem hiszek semmiben senkinek, mondja Rav. Én esetleg meghallgatom, amit mondanak, és utána leellenőrzöm, és megnézem. Megnézem, hogy mit csinálok, hogy ezt vajon meg lehet valósítani. Megnézem az eredményét, és ebből tanulunk, és akkor folytatjuk tovább. De semmi más, nincs vakhit. A kabala nem hit, nem misztikum. És itt pedig valaki azt mondja nekünk, hogy értelem feletti hit, akkor most miről vagyunk, miről van? Tehát akkor mi ez az értelem feletti hit? Nekem van értelmem, van tudásom, a jelenlegi felfogásom, a jelenlegi véleményem, a jelenlegi logikám. Ez az én értelmem, jelenleg a logikám, értelmem, intelligenciám, tudásom. Az egész gondolatrendszerem, az egész gondolkodási rendszerem. A tudás, amit megkaptam az évtizedek során, a neveltetésen, a tanuláson keresztül, amit tanultam, én erre támaszkodom, ebben bízom, mivel ez tényekre alapul az én jelenlegi értelmem, és ez írva is van a Kabbala bölcseletében, hogy a bírának csak az áll rendelkezésére, amit a szemeivel lát. Tehát nekünk látnunk kell a szemeinkkel, hogy mi történik, hogy nézzük, leellenőrizzük, konklúziókat hozzunk, mint egy tudós, mint egy kutató. Tehát akkor mi a hit akkor? Hogy lehet az, hogy hit? Hogyan beszélhetünk hitről?
Én nem szeretem ezt a szót, mondja, nem szeretem ezt a kifejezést. A természetem alapján én nagyon materialisztikus vagyok. És én nem hiszek a pszichológiában, filozófiában, semmi, csak tudomány, kőkemény tudomány. A kutatás kísérleteken keresztül levont következtetések, tapasztalatok, ezért én nem fogadok el semmi mást. Kutatás, konklúzió, kísérleteken keresztül, és abszolút tapasztalat, tapasztalás, tapintás. Tehát a rabás a következő módon magyarázza ezt. Megpróbálom elmagyarázni nektek olyan könnyen, ahogy képes vagyok rá ebben a pillanatban, mondja. Tehát az értelem, a dát, az a tudás. Ismerve, tudva mindazt, amit megszereztünk eddig, ahogy az életünket éljük. Az életünket éljük ezeken a tényeken keresztül, amit eddig megszereztünk. Ez az, amit érzékelünk az öt érzékszervünkön keresztül. Látás, hallás, szaglás, ízlelés és a tapintás. Ezen keresztül, amit magunkba szívunk. Ez nyújtja nekünk az összes információt magamról, meg a világról. Magamról, meg ami rajtam kívül van, az úgynevezett világról. Mivel éreznem kell magamat is, én létezek, én, mint hogyha szilárd lennék, tapinthatom magam. Én létezem, tehát érzem, hogy létezem valahogy, valahogy működöm, valahogy létezem ebben a világban, tapintható módon. És érzem, ami rajtam kívül van, az öt érzékszervemen keresztül. Tehát látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. Én megkapom ezeket a benyomásokat ezeken az érzékszerveken keresztül, és feldolgom ezeket a saját személyes számítógépemen keresztül, az agyamon keresztül, látom az eredményét, összehasonlítom belső emlékképekkel, sablonokkal, és ebből összerakom az én tudományomat, az én világképemet, az érzékelésemet. Ez azért történik, ok és okozat, ez meg azért történik, ez ennek az eredménye, és ez azért, ez történik, és utána ez történik, és így tovább, ok és okozat. Ezt mind a tapasztalatom alapján építem, ezt az okozati láncolatot. Ezért van írva a Tórában, hogy nincs olyan bölcs, mint a tapasztalt. Csak is a tapasztalaton keresztül kapjuk a bölcsességet. Minden más, ez csak filozófia megfoghatatlan. Ami nagyon sokba kerül nekünk, hogyha filozófiába megyünk, mert akkor annak már ugye nincs tapintható alapja, és akkor csak elveszünk. Tehát a filozófia azért, a kabala nem értékeli a filozófia túl magasra. Akkor megértjük, hogy mi az, hogy értelem. A élet tényei, az élet tapasztalatai, amit én a megszokott értelmemmel látom a kapcsolatot, ez és a között, ez és a között, ok és okozat, ok és okozat, következtetés, és akkor építem a tudás, az információ rendszerét, a tudomány rendszerét, amin keresztül a világot érzékelem, és amelyben élek. És nem csak én, hanem több ezernyi, milliónyi ember körülöttem ugyanígy. És akkor rendelkezünk, amit úgy nevezünk, hogy az élet bölcsessége, a tudomány, tehát ez az értelem, logika, tudás. Erre támaszkodhatunk, ez alapján élünk, mivel ez az élet tapasztalatára alapul, tehát ez alapján élünk az életünket. Ez, amit tanulunk, mint a természet törvénye, amiket magunk körül kutatunk. Ez az értelem, tehát ez a dát, héberül. De létezik valami, úgymond a természet felett. Mi az, ami a természet felett létezik? Ez az, amit úgy nevezünk, hogy az értelem feletti hit, mondjuk, vagy lemálad a dát. Ez az, amit az érzékszerveink egyelőre nem érzékelnek. Tehát mi felette van annak, hogy az érzékszerveink egyelőre érzékelünk. Én eddig arra támaszkodtam, hogy az öt érzékszervemekkel felfelelően. Ebből építettem a jellegi értelmemet, a világképemet, hogyha vannak más érzékszervek, amelyekkel egyelőre nem rendelkezem, akkor létezik valóságnak egy másik réteg, amit egyelőre nem érzékelek, egy magasabb értelem, egy magasabb érzékelése jelenlegihez képest. Amit egyelőre nem ismerek, nem vagyok képes érzékelni. Az olyan, mint hogyha, oké, rajzolok, mondja Röv, tehát rajz. Tehát rendelkezem ezzel a körrel. Ez az én megszokott értelmem. Nem látni, tehát megszokott, vagy általános, vagy
az elfogadott. Az értelem, az én tudásom, az érzékelésem, ez a valóság, amire támaszkodom, érzem a világot, érzem magamat, az öt érzékszervünkön keresztül. Tehát ez minden, minden, amiről tudunk, minden, amit erről a világról tudunk, amit eddig képesek voltunk felfedni a világról, de létezik valami e fölött, vagy ezen túl. Egy magasabb értelem, egy, az is értelem, egy magasabb értelem, amit egyelőre mi nem érzékelünk. Tehát az alsóbb értelemben én érzékelem a jelenlegi világunkat. Egyelőre nem látszik a kép. Oké, tehát hogyha tudjátok, hogyha van valami probléma, akkor csináltok valamit ezzel, mondja Rav. Tehát egyelőre rendelkezünk egy körrel, ahol érezzük magunkat meg a világot körülöttünk, ezt az úgynevezett fizikai világot, a Föld, minden, ami a Földben létezik, az egész univerzum, a galaxisokkal egészen, ameddig képesek vagyunk csillagászatilag felfedezni, az egész univerzum végéig. Tehát amit jelenleg ugye csillagászatilag, vagy az érzékszerűenkkel képesek vagyunk érzékelni, beleértve a kvantumvilágot, amennyire eddig képesek voltunk felfogni, ezt nevezük értelemnek, de ezt én az én öt érzékszervemen keresztül érzékelem. És én nem tudom, hogy mi az, ami létezik ezen túl. Bár ott, vannak ugyancsak törvények, vannak törvények, magasabb törvények, amelyek lehet, hogy nagyon fontosak lennének, de azok egyelőre felfoghatatlanok számomra, láthatatlanok számomra, nem tudom megtapintani őket, megvizsgálni őket. Miért gondoljuk, hogy ezek léteznek? Azért, mert hogyha én egy materialisztikus személy vagyok, és nem hiszek semmibe, abszolút semmibe, hanem minden csak amit érzek, tapintok, akkor van egy egyszerű kérdésem. Akkor mi történt, mielőtt én megszülettem? Mi történik, miután meghalok? Mi történik életem minden egyes pillanatában? Mivel én nem tudom, hogy mi történik a következő pillanatban, semmi. Rengeteg működés van körülöttem, ami el van rejtve tőlem, amiről nem tudok semmit, és fogalmam nincs ezekről. Nem tudom, hogy ezek hogy működnek. Azt se tudjuk, hogy miért élünk, hogy kerültünk ide, hogy mi a célunk az élettel. Lehet, hogy valami nagyon fontos, ez egy nagyon fontos kérdés, hogyha egy állat az él, és nem kérdezi magát, hogy miért él az ember, az viszont kérdezés, de ugyanakkor nem kapunk erre választ. Pedig kérdezzük, hogy miért élünk, tehát ez egy megalázó dolog, hogy bennünk van ez a kérdés, és nem találunk rá választ. Mi az életünk értelme? Kik vagyunk? Ez ilyen szempontból rosszabbak vagyunk az állatok, mert az állatokat ez nem aggasztja, mivel mi nem tudjuk, hogy miért létezünk, és mégis létezünk. Itt vagyunk, és nem érdeke. Inkább leblokkoljuk magunkat, hogy ne is kérdezzük ezt, mert nem találunk választ erre. Tehát körülöttünk különböző rendszerek léteznek, magasztosabb rendszerek, amelyek hordoznak... magukban foglalnak végtelen információt az életünkről, mind a jelenlegi életünkről, erről az életről, ahol most létezünk itt ebben a világban, és ugyancsak ők fenntartanak minket, mozgatnak minket, és mi nem tudjuk, hogy kivel találkozunk, kivel házasodunk, milyen gyerekeink vannak, hogy semmit nem tudunk. Ez látszólag minden random módon történik velünk. Mi olyanok vagyunk, mint a marionettbábok, akiket csak rángatnak, akikkel játszanak. Tehát, mint a saktáblán, akiket mozgatnak, minket mozgatnak körbe-körbe, és működtetnek minket. Mivel, hogyha én nem tudom, hogy mi történik a következő pillanatban, akkor engem működtetnek, akkor engem tényleg rángatnak ezen a zsinóron. Ez a hatalmas rendszer, ami rajtunk kívül létezik, amit nem érzünk egyelőre. Ez a rendszer, ez van úgy nevezve, hogy az én jelenlegi értelmem felett, az én jelenlegi érzékelésem felett. Nagyon egyszerű. És nekem meg kell ismernem ezt a rendszert. Mi már kimentünk a barlangból, nem? Lejöttünk a fáról. A
már ugye elvileg fejlődtünk, technológiai fejlődésen mentünk keresztül, nem vagyunk primitív ős emberek többé. A létezésünk milleniumi során kérdezzük, hogy miért létezünk, mi a hit, és semmilyen választ nem találtunk eddig. Filozófiát, vallást építettünk, különböző ideológiákat építettünk, úgynevezett spirituális tanításokat építettünk, és nem kapunk választ. De az azért van, mivel nem érezzük az általános rendszert az öt érzékszervünkön túl. Nem érezzük a rendszert, amely minket futtat, úgymond irányít. Tehát mindenfajta teóriákat építünk, ugye manapság még a fizika is teoretikussá vált, az csillagászat is teoretikussá vált, de ez az, ami értelemfelett van. Mi van értelemfelett? Egy rendszer. Egy rendszer létezik, amely működtet minket, amely működtet az egész valóságot. Hogyan ismerhetjük meg ezt a rendszert, amit jelenleg nem ismerünk? Mert az öt érzékszervünk nem nyújt erre információt, kutatási lehetőséget. Hogyan fedezhetjük fel ezt a rendszert, ami a jelenlegi értelmünkön kívül túl van? Hogyha nem lett volna egy különleges esemény 6000 évvel ezelőtt, az emberiség soha nem lett volna képes felfedezni. De ezért megtörtént ez a különleges esemény 6000 évvel ezelőtt. Ami történt, hogy egy ember, a sok ember között, aki annak idején élt, aki úgymond véletlenül Ádámnak volt nevezve, felfedezte ezt a rendszert túl az értelmem. Ő felfedezte egy akkori empirikus természetkutató, tehát ez megint csak nem egy misztikus ember, hanem felfedezte ezt a rendszert, amely működtet minket, úgymond az infalak mögött, hogy ez hogyan működtet minket, hogyan befolyásolja az életünket, hogy milyen erőkön keresztül, mi annak a célja, és hogy mi hogyan vagyunk képesek nem csak, hogy működtetve legyünk a rendszer által egy passzív módon, hanem hogyan lehetünk képesek kommunikálni ezzel a rendszerrel, reagálni, befolyásolni ezt a mi oldalunkról. Tehát, hogy a marionett bábú helyett hogyan vállaltunk egy partnerével ezzel a rendszerrel, hogyan tudunk kölcsönösen kapcsolni, kommunikálni vele. Ez az ember 6000 évvel ezelőtt, aki Ádámnak volt nevezve, felfedezte ezt, egy kutató, ez egy természetkutató volt. Ez lehetséges, hogy voltak mások is, akik felfedezték ezt vele egy időben, csak ők nem írtak erről, nem beszéltek erről, lehet, hogy nekik nem volt szabad beszélni erről. De ez az Ádám, ez megkapta az engedélyt, hogy ezt publikálja, ugye könyvet is írt, és felhasznált ezt az engedélyt, és elkezdte tanítani ezt a tudást, amit megszerzett. Tehát még egyszer, ez egy empirikus természetkutató volt ez az Ádám, megírta a Raziel HaMalach, tehát az a Raziel angyal könyvet írta, amely arról szól, hogy a valóság titkos ereje. Ugye misztikus hangzik, de ez valóban egy titkos erő, amely működhet minket, mivel titkos, mivel nem ismertük addig, amely bármit tehet velünk, és mi nem tudunk róla, hogy mit tesz velünk. Ezért nevezte így, tehát azért titkos, mert nem vagyunk képesek érzékelni egyelőre, megint csak nem misztikumról van szó, hanem csak tudományos módon egyelőre még nem ismerünk. És ezt Elohimnak, Istennek nevezte, vagy a felső természetnek. Elohim és a Hateva héberül a természet, és Elohim az megegyezik, tehát az Isten és a természet az egy is ugyanaz. Azóta rendelkezünk ezzel a bölcsességgel, hogy a világ hogyan viselkedik, hogyan működik, hogy milyen erőkön keresztül, hogy ezek az erők mit működtetnek, milyen és okozati formában, hogyan szervezik meg ezen a hosszú-hosszú evolúción keresztül, a nagy durálástól egészen a végső korrekcióig, és hogy mit is jelent az, hogy végső korrekció, amikor ezek az erők elérnek egy végső tökéletes és egyensúlyt, elvezetnek minket, mindannyiunkat, ehhez az abszolút tökéletes végső állapotba, ahol mindannyian elérjük ezt a felső rendszert, és élünk egy kölcsönös, teljes felismerésben azzal, és akkor ezt a bölcsességet nevezzük a Kabbala bölcsességének. És ami létezik a jelenlegi érzékelésünk felütt, ezt nevezzük úgy, hogy az értelemfeletti hit, mert még egyszer egyelőre nekünk ez hit, miért hit és miért értelemfelett, mivel egyelőre nincs rá képességünk, hogy ezt érzékeljük. Tehát a jelenlegi értelmünk számára hit. Azért, mert amit képesek vagyunk elérni a fölött, amit az öt érzékszervünkön keresztül egyelőre elérünk, azt nem a megszerzés erején keresztül érjük majd el, hanem az adakozás erején keresztül.
keresztül az adakozás elén, az adakozás képességén keresztül, tehát egy teljesen más modus operandi, egy teljesen másfajta érzékelést tesz. Ezt nevezzük hitnek. Ez nem a vakhit, amit a vallások használnak, vagy amire korábban gondoltunk a jellegi életünkben, hogy valaki mond valamit, és akkor elhisszük. A hit egyszerűen azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a modus operandinkat, a paradigmánkat, hogy nem a megszerzésen keresztül érzékelünk, hanem adakozáson keresztül. Az a kabala bölcseletében a hit az adakozást jelent. Tehát megkicseréljük a működési... megkaptad a választ? Köszönöm szépen, mondja hölgy. Tehát ez... Oké, van még időnk? Még van 20 perc. Akkor kezdjünk bele. Oroszul kérdez majd a srác. Bécsből. Вопрос, в общем, в том, как нам сейчас... Варюка фордитаж. Nos, a kérdés az, hogy ez az nulla lecke, hogyan tudunk fókuszálni, koncentrálni az egész figyelmünket a... Nos, a kongresszus során mondja, Rav, mi hova? Tehát hogyan lehetünk képesek, tehát a kapcsolat erejét hogyan tudjuk irányítani a helyes cél fele? Hogyan tudjuk a helyes cél fele irányítani a kapcsolat erejét? Egyelőre nem tudok még mit mondani erről, mivel igazából ez az egész kongresszusnak a témája, hogyan kapcsolódjunk össze helyesen, annak érdekében, hogy elérjük a célt. A mi célunk az a kapcsolat, tehát a kapcsolat az egy eszköz. Ezen keresztül elérjük a célt, ahogy azt mondtuk, tehát felfedjük a felső erőt, ezt a felső rendszert, amiről most beszéltünk, amely irányít minket. Amikor majd elkezdjük érezni ezt a felső rendszert, akkor elkezdjük érezni magunkat, mi történik velünk, mi történt velünk, még mi előtt beöltöztünk volna a fizikai testbe, mi előtt az édesapánk, édesanyánk úgymond egy kisbabát készített volna, amivel megszülettünk, és ugyancsak, hogy miután ez a fizikai test meghal, mi lesz velünk, és hogyan folytatjuk tovább a létezésünket a fizikai életen túl. Ez a magasztosabb rendszer, vagy magasabb rendszer, vagy minőségileg magasabb rendszer, ez ad nekünk egy érzést, egy teljesen más tudatot, egy teljesen más valóságérzékelést, egy olyan erőt, amely képes minket fenntartani. Képes bennünk megtartani egy öntudatot, egy valóságérzékelést, amely megmarad a fizikai test halála után is, és létezett előtte is. Ezt tudjuk megnyerni a kabalán keresztül. Ez az, amit el kell érnünk. Tehát mind a kapcsolat közöttünk, tehát az egyre erősebbé váló válságon keresztül meg kell szervezzük a csoportot, egyetlen csoporttá, elérve, előbb-utóbb elérve az értelem feletti hitet. Ez mind együtt, ez mind, tehát ezt mind magunkba kell foglalni, mindenre gondolnunk kell. Van egy rész benne, ami egy operatív rész, és van egy, ami a cél. Tehát van az eszköz, meg a cél, eszköz, meg a cél. Nagyon sok ilyen eleme, komponense van az út mentén ennek, de ez nyilvánvaló, hogy a végső célunk egy szóval az, hogy a kapcsolaton keresztül felfedjük ezt a felső erőt, ezt a felső rendszert, amit úgy nevezünk, hogy eljussunk ehhez az értelemfeletti hitbe, hogy ezt a velővel, hogy érezzük ezt az mindent átható erőteret, ami irányítja az életünket. Ugye megint csak nincs misztikumról szó, ez abszolút tudomány, empirikus tudomány, csak új eszközöket kell kapjunk, amin keresztül vizsgáljuk. Hello, Rav, én Izraelből jöttem, mondja a következő hölgy. Milliónyi kérdésem van, először is nagyon izgatott vagyok, hello barátok, örülök, hogy itt vagyok. Én megértem, hogy mi
hogy mi leereszkedtünk értelem nélkül, és vissza kell emelkedjünk egy megszerzett értelemmel. Hogyha mi felemelkedünk, mondja, feltéve, hogyha felemelkedünk, oké, tehát próbálkozunk, mondja, hogy azaz, hogy visszatérünk, de hova? Hogyha mi folytatjuk ezt az életet anélkül, hogy elérnénk ezt a felső rendszert, vagy ezt a értelem feletti hitet, hogy elérjük az adakozás képességét, az adakozási érzékelés képességét, úgymond a jellegi megszerző értelem felett, akkor, mint ahogy a szüleink életet adtak nekünk, ugye állatként, ugye élünk ilyen ösztönös állatként. וגאים בשביל להתחבר ולאהוב ולהעביר. אנחנו פה באירופה בכנס שהוא צבא השם ו... מגקות זה דש? נמתו דו מוגז. אוקיי. כל כך הרבה רסיסים והמטרה היא להתאחד והאור איתנו. מה הייתה המטרה בכלל? למה כל הכאב ראש? למה כל כך הרבה כאב? הצורך לשבירה, למה הכוח עליון שבר אותנו, שאנחנו היינו כולנו. אוקיי, összetört minket. אוקיי, visszajött. Mindennyien egy vágyban vagyunk. Bocsánat, elment az internet. És összetört minket számtalan a darabkára. És most nekünk újra össze kell kapcsoljuk magunkat, ismét össze kell kapcsoljuk ezt a rendszert. Egy egyszerű válasz van erre. Beszéltünk erről már több ezer alkalommal, hogy kifejezetten azáltal, hogy újra begyűjtjük mindezeket a törött részeket, mint ahogy összerakjuk a puzzle-t, akkor elkezdjük megérteni, hogy ez hogyan épül fel, honnan, hogyan létezik ez, hogy ezek a részecskék hogyan kapcsolnak. Köszönöm, mint a kisgyerek, aki szétszer a játékot, hogy megismerje, hogyan működik. Tehát nem mint egy puzzle esetén, nem összekapcsolódunk, de egy olyan módon, ami egy nagyon bonyolult mindenfajta szinteken. És akkor ebből elkezdjük majd megérteni a felső erőt, a felső szintet, ezt a minőségileg magasabb szintet, hogy ahogy összerakjuk ezeket a törött részecskéket, ezek a részecskék úgymond, minthogyha húsból állnának, de ahogy ezek a részecskék egyesülnek, kiegészítik egymást, összekapcsolódnak, akkor elkezdjük majd látni, hogy a belső erők elkezdenek abba belezárni. Elkezdjük érzékelni az erőket, mint amikor összekapcsolódunk két húsdarabot, és hirtelen elkezdjük érezni, mint amikor a testben valami vágás történik, a húsunkban, a testünkben, hogy az idegeket újra összevarjuk, ahogy az ereket összevarják, és ismét a vér kering benne, a limfatikus rendszer. Tehát amikor egy sérülés után ugye összevarjuk, összekapcsoljuk ezek a dolgokat, akkor újra elkezdődik a keringés, az érzékelés. Tehát így tanulunk az egész testnek a funkciójáról, ugye a betegségen és a gyógyuláson keresztül, és a közöttük lévő kapcsolatban mi még mindig nem ér. Értjük ezt, még nem próbáltuk, hogy ez hogyan működik, de amikor mi egyesülni akarunk, a szívhez össze akarunk kapcsolódni, akkor mi elkezdjük majd érezni, hogy az egyiktől a másikig ezek az vérerecskék behatolnak, mindenfajta csövecskék, hálózatok, ezeken keresztül mi összekapcsolódunk több ezernyi tehát mondjuk úgy, hogy gyökereken, vagy utakon, vagy forrásokon, vagy hálózatokon keresztül, és akkor ezeken a kapillárisokon, kis erecskéken keresztül, ezeken az utacskákon, vagy ösvényeken, vagy kapillárisokon keresztül építjük újjá ezt az Adam Arishonnak a testét, vagy a léleknek a testét, amelyben elkezdünk egy új életet érzékelni. És annak alapján, hogy hogyan egyesítjük ezeket a törött darabkákat,
tendenciákat, amelyek egyre úgy tűnnek, hogy egyéni emberek, egoisták. Elkezdjük érezni, hogy ezeken a hálózatokon, csatornákon, kapillárosokon, erecskéken, idegeken keresztül valami energia, erő elkezd folyni, mint ahogy a vér keresztül folyik a vénákon, az artériákon keresztül, ott pedig a fény folyik keresztül, úgymond a fény az az adakozás, a szeretet, az egymás kiegészítésének az ereje, a természet ereje, mely életet képes létrehozni. És ez az erő adja meg nekünk az érzést, a felső erő érzését. És ez az érzés, ez, hogy az egyik részecskétől átfolyik a másikhoz kölcsönösen, ez megadja nekünk a felső erő érzetét, a felső valóságérzékelését. Tehát a szüksége a törésnek az nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy megtörtént ez a törés, a szétszakadás, és a mi munkánk a kapcsolaton, hogy újjáépítsük a szétszakadt részeket, az még szükségszerűbb és még magasztosabb, még fontosabb, hogy így megtanuljuk a valóság működésének a lényegét. Nem vagyunk képesek felfedni a felső erőt, ezt a felső rendszert, ha csak nem az újjáépített kapcsolatokon keresztül, ami pontosan a taszítás, a szakadás ellenében jön létre. Tehát pont így fogjuk érzékelni ezt a rendszert, így kapunk tudatot az állatokhoz képest, akik ugye ösztönszerűen benne élnek a rendszerben, de soha nem érzik, hogy miben vannak. Következő kérdést várjuk. Ha jól értem, olasz lesz. Várjuk a fordítást. Tehát, hogy szeretném megérteni ezt, hogy mi az, hogy bína, meg mi a malhut, meg mi a szűrő közöttük, tehát a srác próbál alapkérdéseket kérdezni a malhutról, bínáról, mivel a bínában érezzük az adakozást, a szeretetet, az adakozást, még a malhut, ez pedig a megszerzés tulajdonsága, amely csak megszerezni akar. Tehát mikor ereszkedik le ez a vágy a csoportba, amikor megjelenik a csoport egyesítésének ez a vágya? És hogyan találjuk meg, ugye a barátok között valami kőszívet találunk ezzel szemben, hogyan találjuk meg ezt az bína vágyát? Hogyan birkozunk meg ezzel, amikor úgy érezzük, hogy egy fallal szemben állunk, amikor nem vagyunk erre képesek? És én hallottam, hogy nekünk bele kell olvadnunk a csoportba, be kell olvadnunk a csoportba. Tehát hogyan, milyen módon, mire kell fókuszálnunk, hogy elérjük ezt a célt, hogy összeolvasszuk úgynevezett kősziveket, tehát a barátok, akik próbálnak egyesülni, de felfedezik, hogy képtelenek falba ütköznek az egó miatt. Hogyan olvasszuk meg a... Ennyi az egész könyörev? Csak ezt akarod tudni? Te 1000 kérdést kérdeztél. Tehát ez a munka, amit csinálnunk kell? Igen, mondja Röf. Igen. Oké, de nem tudok mit válaszolni. Megkérdezte az egész kabalát. A kérdés felénél elveszítettem a fonalat, mondja Röf. Nem tudom, mit mondjak neked, mondja Röf. De jó kérdéseid voltak, amit lehetne válaszolni, de túl sokat kérdeztél, kicsit bonyolult volt. Tehát még egyszer. Oké, mi a lényegi a kérdésnek? Mi a fő kérdés? Tehát csak egy mondattal. Mi volt a fő lényeg a kérdésnek? Nem több, mint 10 szó. Próbálj egy mondatot összerakni. Nagyon nehéz, hogy fokuszáljam a kérdést. Tehát fokuszálnék arra, amit érzek, de nagyon nehéz a szavakba kifejezni az érzéseimet.
Barátom, van kérdése, vagy nem, bocsánat, elnézést kérek, látod, hogy hogyan válaszolok. Az emberek kérdeznek, én válaszolok, ez egy tudomány. Van-e valami tiszta kérdésed, vagy nem? Nem egy érzés, hanem egy kérdés. Tehát hogyan tudok belépni a csoport központjába? Ezzel a vágyal, hogy egyesüljük a többiekkel. Oké, nagyszerű, magyar, nagyszerű, ülj le. Oké. Hogyan lehetek képes elérni a csoport központját a vágyámmal, hogy összekapcsoljuk a többiekkel? A csoportnak nincsen központja, mondja Rev. És valójában nincs is csoport. Csoport sem létezik. Se csoport nem létezik, se csoport központja nincsen. Ez mindcsak a személy szempontjából van. Mondjuk azt, hogy a csoport az azt jelenti, hogy én érzek valamit, én létrehozom magamban, az én szempontból, magam felől. Én kerülök kapcsolatba a csoporttal, én vagyok velük együtt, én kezdem el érezni őket. Hogy én hogyan befolyásolom őket, hogyan adok mindenkinek, hogy én hogyan hajtom meg magam mindenkire, hogyan teszem nullává magam az összes többi barát felé, hogy mekkora mértékben akarok adakozni, adni mindenkinek, szolgálni őket feltétel nélkül. Minden ezen múlik. Én hogyan hajtom meg magamat, én hogyan nullázom le magam. Elnézést, mondja Rev, mert köhögött. Tehát ennek alapján, akkor az erőfeszítéseimi alapján én elkezdek közöttük lenni, és akkor én elkezdem érezni őket, és ez az érzés, ez az én érzékelésemben létrehoz egy központot. Az én érzékelésem belül létrejön egy központ. Ezen keresztül, hogy lenuláztam magam, és elkezdem megismerni őket, elkezdem érezni őket. Ez így jön létre a csoport, és így jön létre a csoport központja. Azáltal, hogy én úgymond beléjük hatolok a saját lenulázásom keresztül, minél többet fektetek a többiekbe, minél jobban elkezdem érezni, hogy ők egyek, hogy ők már tökéletesek, ők ugye a rendszer által vannak küldve nekem. Lehet, hogy nem egyek, lehet, hogy szét vannak szóródva, lehet, hogy egyáltalán nem látszik semmilyen kapcsolat közöttük. Ez engem nem érdekel, hogy én ezt hogy látom. Ez nem érdekel engem, hogy összekapcsolódtak vagy sem. Nekem kell az én saját szemeimben, nekem kell őket kapcsoltnak látni. Ez így van mindig az elérő személy szempontjából, mindig annak a személynek szempontjából, aki ezt nézi. Ez az egyetlen, hogy fontos, hogy én lássam őket összekapcsolódnak. Tehát, hogyha én erőfeszítést teszek az ő irányukban, az ő érdekükben, beléjük fektetve minden energiát, hogy én mindig alacsonyabbnak érzem magam a többiekhez képest, hogy meghajtom magam, de ugyanakkor magasabbnak is érzem magam, mert segíteni akarom őket, hogy én azt akarom, hogy egyesüljenek, hogy megtegyek értük mindent, hogy képesek legyenek segíteni, akkor elkezdem érezni, hogy ők valóban mellettségben vannak. Akkor én építem őket a saját szememben. Én építem őket ilyen a saját szememben, és ezt nevezzük úgy, hogy építem a csoportot. Én építem őket a saját szememben, és akkor ezen a csoporton keresztül, amit én építettem belőlük, én elkezdem érezni annak a központját, annak az összefoglaló gyökerét, és annak a központjából, mivel ott az összes megszerző, adakozó erők összekapcsolódnak, kiegészítik egymást, akkor ott elkezdem érezni a felső erőt, a teremtőt, vagy a természet erejét, vagy az evolúció erejét, vagy ezt az értelem feletti hitet, amiről korábban beszéltünk, mert ez lesz az én új érzékszerv, amit építettem, és ez nem függ senki másról, nem függ a többiektől, hogy ők hogyan viselkednek. Nekik csak többé-kevésbé együtt kell, hogy tanuljanak velem hasonló nyelvet beszélve, ennyi. Még akkor is, hogyha nem kapcsolódnak össze, még akkor is, hogyha szememben nem viselkednek, úgy, hogy kellene, nem tartják be az utasításokat, vagy szabályokat. Én képes vagyok velük elérni a teremtőt. Ez mind csak azon
azon múlik, hogy én hogyan viszonyulok hozzájuk, hogy én az én szememben hogyan építem a csoportot. Csak ezen múlik. Ezt megtanultuk a valóságérzékelésen keresztül, ugye a kabalán keresztül, a valóságérzékelésen keresztül én építem ezt, hogy a valóságnak nincs formája rajtam kívül, hanem ahogy én látom ezt, én vetítem a valóságot a saját tulajdonságom keresztül. Ez a valóság, amit én látok, amit én vetítek a saját minőségem, a tulajdonságomnak, én vagyok a vetítőgép, én, és az én szűrőim keresztül vetítem a valóságot. Ennél fogva minden csak is rajtad múlik, azaz, hogy mindegyikünkön. Mi építjük a csoportot, és azon keresztül elkezdjük érezni általán. Az, hogy vannak ezek a kérdések, az jó, mondja Rav. De a legfontosabb az, hogy vajon van-e csoport körülötted, ahol ezt a gyakorlatban képes vagy meggyakorolni valakiken keresztül. Felejük kell, megvalósítsad azt, amit a Rabás írt az első 10-15 cikkében, ugye az úgynevezett szociális cikkében a Rabás miket írt, hogyan építsük a csoportot, hogyan viszonyulunk a csoporthoz. Utolsó kérdés. Tehát inkább a gyakorlat, hogy a kérdésünk az, hogy milyen gyakorlatot tehetünk holnapig, ja, ez más már a befejező kérdés, hogy mit gyakoroljunk holnapig, hogy elérjük mindannyian, hogy csak a barátokra gondoljunk. Tehát mit csináljunk holnapig, hogyha valami közös imát mondjunk, vagy valami gyakorlatot. Rav, mit jelent? Rav, mindenki hallgat, mindenki figyeljen ide, mondja Rav, mindannyian hallgatok. Tehát milyen gyakorlatot kell választanunk holnapig annak érdekében, hogy sikeresek legyünk miben, hogy kapcsolat jön létre a barátok között, mindenki között. Oké, okay, ennyi, nagyszerű, mondja Rav. Ez a workshop kérdés. Tehát a végére egy workshop kérdés. Tehát, hogy milyen gyakorlatot kell végeznünk, milyen gyakorlatot végzünk holnapig, milyen gyakorlatot végzünk holnapig annak érdekében, hogy elérjük a kapcsolatot egymás között. Na, kezdjetek bele. Úgyhogy ez a workshop kérdés, ez az este workshop. Én azt hiszem, hogy mindaz, amit megkapunk a teremtőtől, vagy a felső rendszertől, nekünk el kell fogadnunk azt, el kell fogadjuk, hogy ez a teremtető, nincsen más előtte kívül, és hogy megtartsuk ezt az érzést magunkon belül, és hogy megpróbáljunk az elfesztéstel kapcsolatba tenni mindent, amit látunk, hogy mi már kapcsolatban vagyunk, hogy már létezik a kapcsolat közöttünk. Tehát próbáljuk megtartani az egységünket a viszonyainkban. És hogy megtartsuk ezt az egységet egymás között, igazából így mindegyik barátot megtartjuk a szívünkben, és imádkozunk a barátokért, és reménykedünk, hogy sikeresek lehetünk, és hogy a helyes szándékkal megtartsuk a barátokat az éjszaka során, és természetesen azzal ébredjünk fel, hogy nincsen más hát a kívül, mivel holnap ez egy hatalmas nap lesz mindannyiunk számára. Igen, tehát ez nem könnyű, mivel az értelem az megy, meg visszajön, de meg kell próbálnunk, és segítenünk kell egymást, hogy az állandóan az árvutot gyakoroljuk, a kölcsönös garanciát, mert emlékszem, hogy Davidével, Kozminnal megpróbáljuk segíteni egymást mindegyes pillanatban ez alatt az idő alatt. 3 napunk van, de több mint 2 nap, tehát hogy nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy ezt létrehozzuk, de én azt hiszem, hogy segítenünk kell egymást minden egyes pillanatban, még a mosolyjal is, én nem tudom, tehát az öleléssel, amikor találkozunk egymással, az összes lehetséges formában, hogy emlékeztessük egymást, hogy ugyanarra van szükségünk, csak a kapcsolatra. Igen, tehát én azt hiszem, hogy amikor elmagyarázunk valamit, akkor a szintézisből kezelünk, és aztán mélyebbre haladunk. Tehát, hogy a barátok javasolják, hogy emlékeztessük egymást, hogy mosolyogjunk, hogy... Tehát a legfontosabb az, hogy csak a barátokra gondoljunk, hogy soha ne gondolják magamra. Tehát, hogyha ez egy erőfeszítés, megállás nélküli erőfeszítés, de nekem emlékeztetnünk a barátokat, mert egyedül én elfeledkezem erről. Tehát könnyebb, amik
akkor mindannyian együtt csináljuk ezt. Amikor találkozom a barátokkal, akkor arra kell gondolni, hogy mit tehetek ezekért a barátokért, mit tehetek értük. Mindegyes alkalommal, amikor látom egy barátot, mit tehetek ezért a barátért, hogy elérjük a célt. Igen, meg kell próbálnunk látni minden egyes barátban, tehát mondjuk azt, hogy próbáljuk meg, a teremtő hozott engem ide, és ez az én laboratóriumom, és nagyon gyakorlati módon én megpróbálom látni, hogy mekkora mértékben képes vagyok összekapcsolni az én részemet, amely még mindig nem kapcsolódik hozzám, hogyan kapcsolom magamhoz ezt a részt. Tehát, hogy imádkoznom kell ezért, ezen kell dolgoznom, kérnünk kell úgymond a teremtő segítséget. Az a tény, hogy szükség van egy gyakorlatra annak érdekében, hogy ezt megtehessük, megmutatja nekem, hogy a természetem az nem segít engem ebben. Tehát akkor mit tehetek annak érdekében, hogy a természetem felé emelkedjek. Nekem egy keretet kell építenem a barátokkal, egy közös keretet, ahol segítjük egymást, emlékeztetjük egymást, hogy mit csinálunk, miért jöttünk ide, hogyan tegyük ezt meg. És akkor ezt makacsággal, erőszakkal végre kell hajtsuk minden egyes alkalommal, magunkat kényszerítve, ameddig ez meg nem történik. Tehát hozzá kell szoktatni magunkat ehhez. Igen, nekünk egy belső és külső munkát kell végeznünk együtt. Belsőleg imádkoznunk kell a teremtőnek, hogy kérjük, hogy segítse az erőfeszítésünket a kapcsolat fele, mivel ez ugye nincs benne az eredeti természetünkben, és külsőleg pedig fel kell használnunk ezt a 3 napot, hogy minden egyes barát az, aki a teremben van, hogy ölelkezünk, megcsokoljuk egymást, hogy szolgáljuk egymást, hogy együttünk a barátokkal, akikkel korábban nem találkoztunk, akik nem beszéltünk. Tehát, hogy megtaláljuk bármi módját a kapcsolatnak. Teljesen mindegy, milyen nyelvet beszélünk, teljesen mindegy, honnan jöttünk. Tehát meg kell dolgoznunk, ezért külső és belső munkát kell végeznünk. Én azt hiszem, hogy igen, tehát ez nem számít, hogy milyen állapotot érzünk, milyen állapotban vagyunk, mit érzünk, ürességet érzünk, vagy boldogságot érzünk, teljesen mindegy. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy először is értékeljük ezt magasra, és hogy tartsuk meg ezt az érzést a teremtő fele, és hogy tartsuk meg az irányunkat, a közös irányunkat, hogy elérjük a célt, hogy elégedettséget adjunk a teremtőnek, tehát hogy ezt képesek vagyunk a kölcsönös kapcsolaton keresztül, amikor egyesülünk egymással. Tehát nekünk folytatnunk kell azt, amit belekezdtünk, folytatnunk kell ezt, hogy egyé váljunk, hogy valóban egyé váljunk egy testé belül. És hogy belül egy emberé váljunk, hogy esetleg felemeljük a hangulatot, tehát hogy mind 180 férfi együtt, tehát azért vagyunk itt, hogy elérjük a célt közösen. Tehát belsőleg, külsőleg dolgozni, hogy ezt a barátok mondták, hogy mosogjunk, hogy ölelkezzünk, hogy szeretet adjunk egymásnak külsőleg is, és hogy annak megtaláljuk ezt a kapcsolódás belül egy emberket, egy szívvel. És kérhetjük a barátokat, kérjük a világcsoportot, kérjük mindenkit, aki képes segíteni, hogy együtt legyen velünk bármilyen helyzetben. Tehát mi felkészítjük ezt a 3 napot, ezt a lehetőséget, és nem szabad elhalasztanunk a lehetőséget. Tehát, hogy kérnünk kell a barátok segítségét. Igen, tehát én is javaslom, hogy tartsunk egy workshopot, amikor egy beszél, és meg az veszi a mikrofont. Van-e olyan asztal, ahol már van egy válasz? Van, akinek már van válasz erre? Oké. Van-e egy olyan asztal, ahol már van válasz a kérdés, hogy mit kell csinálnunk?
No. Si titzak, Efraim. Esetleg Efraim, csak kiabáljatok. Buongiorno Rav, sono Rosa. Noi abbiamo dato tantissime risposte, però mi sento di riassumerle dicendo che dobbiamo vedere il desiderio dell'amica e riempirlo. Ripeti, Rosa. Abbiamo ricevuto, abbiamo avuto messo insieme tante risposte e mi sento di riassumerle dicendo che dobbiamo vedere il desiderio dell'amica e riempirlo. Mi nagyon sok választ összeraktunk, de az mind végül is csak látnunk kell a barátoknak a vágyát, és hogy beteljesítsük a barátok vágyát. Nagyszerű, tehát hogy megvalósítsuk a barátoknak a vágyát. Ez a legbiztonságosabb módja. A legbiztonságosabb módja, hogy elérjük a kapcsolatot egymás között. Hogyha én össze akarok kapcsolódni valakivel, akkor a legbiztonságosabb módja ennek az, hogy az ő vágyát érezzem, és hogy kielégítsem az ő vágyát 100%-ig. Esetleg még valaki? Oké, okay, még valaki? Oké, okay, doktor? A gyakorlat holnapra, ami a 10 barát között volt, akik azt mondták, hogy mi nem ismerjük még egymást nagyon, de azt mondtam, hogy a kapcsolat közöttünk még akkor is, hogy nem is ismerjük egymást, hogyha mi összekapcsolódunk-e szívünkön belül, vagy sem, a közöttük a kapcsolat, hogy elég előre se, meghatjuk, hogy nem is érezzük egymást, vagy nem is ismerjük egymást. Még? Noi abbiamo avuto subito una difficoltà. We have very quick difficulty. Nagyon gyors nehézségünk van, mondják. Túl sok nyelv van az asztalonnál. Tehát azt gondoltuk, hogy az első gyakorlat, amit csinálnunk kell, az, hogy ne próbáljuk megérteni a szavakat, ami a barát szájából kijön. Tehát, hogy ne próbáljuk nyelvekben, hanem próbáljuk meg érezni közvetlenül, hogy mi van a szívükben. Hogy minden egyes barát, férfi vagy nő ebben a csoportban, az ugyanazzal a céllal rendelkezik, amivel én rendelkezem. Ugyanaz a célunk. Tehát nincs szükség arra, hogy a nyelveket megértsük. Tehát nekem csak együtt kell dolgoznom velük, hogy elérjük a közös célt, a közös érzést. Ez a lényeg. Grazie. Oké, most mi lesz, mondja Rav? A mi csapatunk, a mi ütközésünkben nagyon sokat mondtuk, de az legelső dolog az, hogy szeretnünk kell egymást, és hogy látnunk kell a teremtőt minden egyes barát mögött, és így a teremtő a barátokon keresztül kommunikál velünk, ezt kell lássuk. Ti tudjátok már, hogyan kell szeretni? Én akkor oda jövök hozzátok, hogy tudjátok, hogyan kell szeretni. Né, azt mondtad, hogy mi eldöntöttük, hogy nekünk szeretnünk el egymást. Igen, tehát hogy szeressük egymást.
Oké, tehát ez nagyon fontos, mondja, hogy meg kell próbálnunk. De én tudom, hogy én nem szeretem őket, én tudom, hogy nem szeretem őket, mert ők mások, és nem fontosak, nem érdekelnek engem. De ennek ellenére én megmutatom nekik, minthogyha én szeretném őket, ugye? Tehát ez a lényeg. Tehát játsszuk ezt, hogy szeretjük, és akkor ennek eredményeképpen, a játék eredményeképpen eljutunk majd a valódi szeretethez. Ez nagyszerű, ez így van, ez helyes. Tehát holnapig, oké? Okay? Holnapig elkezdünk játszani ezen. Oké, okay, ennyi most. Hol? Nincs más. Ja, zene. Come on, people, gather around above this time and space. Come on, people, gather around and find a higher place. Come on, people, gather around, the circle awaits. Come on, people, gather round, put a smile on your face. Clear your senses, free your mind, your heart will keep the beat. Let's all sing together. אתה שומע אותי, כן? בסדר. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile upon your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet.
Subir, unidos a subir, caemos y nos levantamos.